Sziasztok, skacok, üdvözöllek titeket, folytatjuk a Castle Flipper játékot. Nem tudom, hogy hányan láttátok YouTube-on ebből a játékból a videót, ugye abban a videóban tulajdonképpen a tutoriált csináltam meg, ugye megcsináltuk az első küldetést, illetve a saját placunkat, ugye a saját irodánkat, akár nevezhetjük így is, kicsit kitakarítottuk, és hát úgy voltam vele, hogy ahogy olvasgattam, ez nem egy túlzottan hosszú játék, tehát egy ilyen 2-3 óra alatt kijátszható játék, ezért úgy voltam vele, hogy streamben fogom szerintem egy streamben be is fejezni az egészet, aztán, hogyha esetleg majd jönnek ki hozzá még frissítések, akkor természetesen vissza fogunk rá térni. Úgyhogy ja, üdvözöllek közben titeket. Egyébként most ezt most csak így a utolagos YouTube feltöltőknek mondom, hogy ott az ívetőre kattintva meg tudjátok nézni majd a videót, hogyha esetleg szeretnétek, hogyha lemaradtatok a legelső ilyen jellegű videóról. Sziasztok, skacok, üdvözöllek titeket, meséljetek, milyen volt a mai napotok. Nekem egyébként egészen jó volt, mármint így takarítottam, meg ilyenek, tudjátok, ilyen házkörüli dolgokkal foglalkoztam, és ez egyébként most tök jól esett, úgyhogy egész jó napom volt, mondhatjuk azt. Remélem egyébként nektek is szép napotok volt eddig. Na, nézzük szerintem akkor a következő küldetést. Mégpedig, hogy szüksége van a királyságnak rám? Ó, oké. És nagyon-nagyon kíváncsiak egyébként, hogy most már itt pontosan mit kell csinálnunk, úgyhogy meg is nézem a feladatainkat. Természetesen kapunk érte aranyat is cserébe. Ugye ebben a játékban tudunk találni ilyen kincses ládákat, amikben vannak arany, ilyen arany rögök, amiket ugye el tudunk majd költeni, és egyébként ilyen láda legalább egy 1000-es tartalmaz, úgyhogy remélhetőleg azért majd több pénzt is tudunk szerezni. Jó, hát ahogy látom, takarítanunk kell majd, illetve valamit építenünk, egy ilyen trebusét, nem tudom az pontosan micsoda, hogy kell kiejteni, de majd úgyis meglátjuk. Oké, szerintem akkor vállaljuk is el ezt a feladatot, és akkor induljunk is meg. Ugye ezt a ruined campet csináltuk meg videóban. Szép lenne, ha nem lenne ekkora vihar. Nálunk szerencsére még nincsen vihar, de ki tudja, egyébként írta, hogy lesz azért ebből még esetlegesen a probléma. Na, ezt kell akkor megépítenünk. Fantasztikus. Hát ha értenék az ilyen középkori dolgokhoz, akkor valószínűleg egyből tudtam volna, hogy mit kell építenünk. És akkor szépen ezt el is kezdjük, aztán utána marad a takarítás. Sziasztok, sziasztok! Tök jó, látom, itt vagytok néhányan. Örülök egyébként ennek nagyon. Jó, hol vannak még fák? Össze-vissza szétszórva mindenhol is. És egyébként itt nem lesz láda? Nem lesz láda, viszont lesznek nótok, tehát lesznek különböző jegyzetek, amiket majd meg kell, hogy keressünk. Egyébként nem tudom te, hogy hányan láttatok a videót, ugye abban volt egy ilyen nagyon érdekes varázslóról szóló üzenet. És kíváncsi vagyok, hogy ezt a vonalat vajon tovább fogják-e vinni a játékban. Többet amúgy nem tudok. Ó, de többet is fel tudok egyszerre venni. Ó, hát így még egyszerűbb, akkor is kell egyesével hozni. Most írtunk pont tézét. Töriből? Az tök jó. Kicsit egyébként hiányzik nekem a suli, amikor így írjátok. Bármennyire is akkor azt gondoltam, hogy szívás, azért nem volt ez annyira rossz. Olyan nagy fa ízét kell építeni. Igen, pontosan a fa ízé. De majd mindjárt valaki úgyis szerintem érte ehhez, és majd leír, hogy ez pontosan mire is volt jó. Hát valószínűleg valami emelésre, hogyha jól kiveszem formájából. Vagy hogy mi ennek a magyar neve. Ez a középkor egyébként annyira nem volt a szívem csücske. Új mikrofonod van, régen hallottalak, vagy megfáztál, hogy milyen hangom van. Minden a régi. Nem fáztam meg egyébként szerencsére. Katapult? Ez egy katapult lenne? Lehetséges. Nem, egyébként minden a régi. Daru. Igen. Én szeretem az ilyen chilles játékokat is. Egyébként pont azért szeretem az ilyen nyugis játékokat, mert ilyenkor tudunk esetleg közben beszélgetni ilyesmi. Mostanában valószínűleg több olyan stream lesz, majd így kora délután, amiben egyedül leszek, tehát ilyen single player játékokkal fogok valószínűleg játszani. Úgyhogy lesznek szerintem bőven ilyen nyugisabb, szimulátoros jellegű játékok is. Úgy valamiért ezt a ládát így is el tudtam takarítani. Úgyhogy lehet majd egyébként ajánlani simán játékokat, hogyha szeretnétek valamit. Parítja? Ó, oké. Na, írtatok egyébként mindent, tehát hogy így lehet használni is. Gondolom ezt a kart kellene meghúzni, és akkor az, igen, azt ott kilőni.
Ó, oh, köszönöm szépen Fanni a csillagokat! A trébusét egy ostrom kép, a követők vagy katapultok egy típus, amelyet jellemzően a középkorban használtak. Ostromgépnek mondanám az építményt, máshogy elnevezni a rendrész fából összerakott építményt. Valami olyasmi, igen. Jó van, köszönöm Skacok a segítséget. Aha! Igen, egyébként ahogy nézem, ugyanazok jöttek a levelek. Mert ez a Seamus, ez volt a videóban is. Erre a névre emlékszem. Láttam, hogy olvasod azokat a posztereket, és nem tudod egyszerűen letagadni. De senki sem gondolja, hogy tudsz írni. Ez valószínűleg a tudós lesz. El Regusnak is írtak, Earl. Ez micsoda? Ez hova tudom rakni, és miért tudom? Place the tools in the toolbox. Ó, oké, akkor ezeket kell fölvennem. És bele kell raknom, gondolom, ebbe. Oké. Ez egyébként nem rossz. Itt van még egy eszköz szerintem, amit fel tudunk venni. És akkor meg kell keresnem a harmadikat. És gépemben hány játék van? Hát most pontosan mennyi van feltelepítve, azt nem tudom neked megmondani. Steamen van pár száz játékom, de azok közül nem játszottam az összessel. És nincs is az összes telepítve, úgyhogy nem tudom, sajnos. Sok-sok játékom van egyébként. Csillagszériát tartani kell, hogy vagy Andi, van valami program terve, de a hétvégére elvileg most már jó idő lesz. Puszi mindenkinek a csata, és persze neked is. Köszönöm szépen, Timi, a csillagokat. Hát én a hétvégén Esztergomban leszek. Úgyhogy szombati nap biztosan, úgyhogy ott akkor az lesz a program. Vasárnapra egyébként elméletileg egy modi találkozó van beütemezve, de nem tudom, hogy az végül is most így lesz-e, nem lesz-e. Úgyhogy igen, egyébként most a hétvége az így kifejezetten... kifejezetten izgis lesz. Igen, nézem folyamatosan a chatet. Ne aggódjatok, hogyha esetleg valamire nem kaptok választ. Egyébként is van egy kis késés, ugye, a között, ahogy én játszok, illetve amit ti láttok. Szerintem ez lesz egyébként az utolsó folt. És azért lehet, hogy nem egyből kapsz a kérdésedre választ, de egyébként igyekszem. Na, meg is van akkor ez a küldetés. Egészen gyorsan végeztünk vele. PUBG Mobile-on játszottam-e már? Kipróbáltam, de nekem annyira nem jött be. Az a helyzet, hogy én az ilyen lövöldözős játékokat nem igazából szeretem telefonon játszani. Kényelmetlen szerintem az irányítása, illetve pont az nem tetszett benne, ami a Fortnite-ban sem, hogy ugye az elején csak botokkal dobált össze. Nem tudom sajnos, Vivi, hogy leszem a Warzone, attól függ, hogy a fiúknak lesz-e kedve, van-e kedve, egyedül én nem hiszem, hogy nekiállnék, nem vagyok annyira jó sajnos a játékban, hogy ne kelljek egy solo game-nek, de meglátjuk. Oké, egy kis házat kellene építenem, szóval benne vagy itt az építkezésekben, ugye? Szeretnél egy-két új dolgot megtanulni? Van egy kis munka számodra, gyere és akkor megtanítunk neked egy kis pluszt. Oké. Kell egy házat építenem, kell neki egy foundation, egy tető, egy ajtó, és meg kell változtatni a ház kinézetét, illetve be is kell rendezni, ezért már 3000 aranyat kapnék. Na ez már tetszik, ez már egyébként izgisnek hangzik. Úgyhogy szerintem nézzük meg ezt a munkát. Egyébként játszottam a rendes PUBG-val nagyon-nagyon sokat, tehát még a Steam-en megvásárolhatós PUBG-val, azt szerettük nagyon, de inkább warzone-ozunk mostanában. Szia Anna, üdvözöllek! Semmi gond, hogyha késtetek, kicsit korán kezdtem a streamet, én ezzel tisztában vagyok, sokan dolgoztok, még suliban vagytok éppen, szóval visszanézés szempontjából úgy voltam vele, hogy talán, hogyha még visszanézik az emberek a streamet, akkor van értelme most elkezdeni, de most volt így időm leülni egy kicsit streamálni nektek. Aztán nem akartam, hogy kimaradjon. Én is a tetőépítés. Igen, remélhetőleg itt jobb lesz, mint a Sims-ben. Na, így betűt kell megnyomnom? Igen. Ah, és akkor itt van a hálószoba, itt ki tudok választani különböző bútorokat. Oké, buildings, houses, castles, hát nekem mindenféleképpen ház kell. És ahogy látom, nekem kell kifizetni. Nekem kell kifizetni, amit meg akarok építeni. Jó. Jó, három darab foundation-t kellett leraknom, tehát egy ilyen négy blokknyi területet kell megépíteni, és akkor most kellene nekem egy
ilyen falat építeni. Oké, oda egyet. Oda egyet, de itt egyébként érdekes, hogy nem számolja. De miért nem tudok lerakni, hogy ide kellene ablakot? Ja, ide már ajtót kell. Egyben a kis választott, hogy miket kell leraknom. Ó, hogy akkor, ó. Szóval nem én döntöm el azt, hogy hogyan szeretném felépíteni a házat, hanem megvan adva, hogy milyen elemeket kell, hogy használjak. Remélem egyébként majd tudok saját házat is építeni. Úgy lenne az igazán menő. Nem, nem. Már mindjárt meg is vagyok a tetővel, azt figyeld. Tiszta profi, tiszta profi. Ide jön egy ablak, hogyha minden igaz. Meg ide is jön egy ablak. Szia, Fruzsi! Igen, igen, a Sims abszolút. Abszolút nem egy pénztárca barátjáték, de egyébként elég sok időt bele lehet ölni, szóval... Ha az ember úgy érzi, akkor azért érdemes rá beruházni. Jó. Tabot kell megnyomni. És akkor itt tudom megváltoztatni a házamnak a külsejét. Smooth rock, rock, wood vagy plaster. Szerintem smooth rock kellene, de az nincsen nekünk. Kérdés, akkor mit tudok használni? Fát tudok használni? Fát tudok használni. Ó, oké. És akkor így egyből fel is tölti. Érdekes egyébként, ugye a House Flipperben nem így kellett építkezni, meg ott külön nem is nagyon tudtunk házat építeni. De egyébként nem rossz. Csak jó lenne, hogyha több anyagot ki tudnék választani. Hát ezt valószínűleg nem így kellett volna leraknom ezt a tetőt. Jó, lehet mégiscsak gondok lesznek a tetővel. Ó, sajnálom, tudom, hogy menni kell. De hogyha gondolod, akkor vissza tudod majd nézni. Vagy azt a tetőt úgy kellett volna leraknom? Nem tudom igazából. Nem tudom egyébként, hogy... Miért lett törölve a kérdésed? Nem láttam, hogy mi volt az eredeti kérdés, de hogyha mikor lesz kérdés volt, akkor lehetséges, hogy azért. Nem hangos egyébként a zenes kacok? Csak mert... jelenleg kicsit bugos a játék olyan téren, ezt a videófelvételnél is tapasztaltam, hogy amikor új küldetést kezdek, akkor így elfelejti a hangbeállításokat. Szia, Jani! Köszönöm a csillagokat! Tök szupi, hogy lett egy kutyusod. Jó egyébként mindig az ilyet olvasni. Minden tökéletes. A tető átka visszatét, tök jó zene. Jó? Jó, oké. Köszi. Hogyha nem túl hangos, akkor minden király, bár egyébként azt szoktátok írni, hogyha valami túl hangos, de mondom, azért megkérdezem. Viszont nekem, ha minden igaz, akkor itt most ki kellene választanom olyat, hogy szekrények, ágyak, ilyenek. Vagy mindegy, hogy melyiket választom ki? Vagy neki csak az jó, amit itt mutat. Ezt mondjuk ide le tudom rakni? Le tudom rakni, szóval tudok drágábbakat is venni akkor. Jó, nézzük meg az ágyat. Hát ide egy kis ágyat szeretne. Lehetséges, hogy egy nagyobb master bedroom el sem férne ide. Jó, ebbe kell amúgy matrac. Ezt még át is lehet pakolni, át lehet helyezni. Chilles a zene, igen? Igen, abszolút. És akkor ide kell még egy ilyen kis... polc. Egy ilyen kis polcocska. Szerintem én ezt a fajtát venném. Igen. Maradnék még, mert hogy itt még egyébként van, ugye, chest. Nem, nincsen chest. De van egy két darab ládát meg tudunk találni. Note nincsen most itt ezen a területen. Jó, hát úgy néz ki akkor, hogy ezzel itt ennyi feladatom volt, ezzel a házzal. Gondolom ez is még csak a tutoriál. Hát a tető az ilyen lett. De nézzük el, jó ez így. Jó ez így, én azt mondom. Na de azt a két ládát, azt tényleg jó lenne megkeresni. Kérdés, hogy vajon mennyire lehetnek eldugva? Ha esetleg látjátok őket, sikítsatok nyugodtan. Simán lehet, hogy én elmegyek mellettük. Egyébként szerintem valahol itt kell, hogy legyenek. Ezekbe a házakba viszont, ahogy látom, nem lehet bemenni. Úgyhogy lehet, hogy valahol máshol kellene keresgélni őket. Mondjuk ott tudnám elképzelni. Itt ennél a szénarakásnál.
Érdekes egy tetető, jó ez így. Na. Szia Gabi, üdvözöllek. Csak óvatosan, óvatosan. Nehogy aztán a streamem miatt lebukj. Szia Tomi, köszönöm, hogy itt voltál. Neked is csodálatos délutánt kívánok, várok majd vissza. Szia Soma, köszönöm szépen a csillagokat. Most kezdtem még csak a játékot, úgyhogy nem maradtál le semmiről úgy igazából. Á, ott az egyik láda. Jó, az már meg is van. Lesz egyébként egy csomó aranyunk, úgyhogy majd tényleg jó lenne akár otthon is építkezni. Gondolom egyébként most ez a küldetés azért volt, hogy megmutassa a játék, hogy ugye hogyan kell építkezni, és akkor innentől kezdve már majd a saját kis telkünkön is tudunk valami szépet alkotni. Igen, vissza kellene fordulni. Úgy megyek, mint egy ló! Olyan hangja van. Alagút a pálya szélén. Megnézzük, hogyha láttatok ilyet. Igen, egyébként ugye amikor a videót felvettem, ott egy ilyen kis alagútba kellett bemenni, és ott volt a láda eldugva. De itt is azt mondja, hogy forduljak inkább vissza. Meg kéne. Ó, várjál, a kútban esetleg? Kútban nincsen, pedig amúgy ott el tudnám képzelni. Vagy akár itt a domb mögött, hogyha esetleg ide is el lehet jönni. Akár itt is. Á, itt van, meg is van. Jó, elméletben akkor ezzel is meg vagyunk. Mondjuk ebbe csak 500 gold volt, de én abszolút nem bánom. Meg elméletek valami új tárgyat is feloldottunk, szóval akkor lehet, hogy ezekben a ládákban lesznek feloldható bútorok is, ami egyébként egy tök jó ötlet. Tehát, hogy tényleg akkor arra sarkalja az embert, hogy ugye minden ilyesmit megkeressem. És akkor hogy tudom befejezni a munkát? A Q-val. Build a small house. Nem. Egyes. Nem, az egyessel sem. I betűvel. Itt viszont építkezni tudnék. Na most itt ez egy nagyon jó kérdés. Mert ezzel a koszokat tudom megnézni. Hogy tudok visszamenni? Budapesten lesz-e találkozó? Igen, igen. Lesz. Valamikor júliusban, most pontosan nem tudom neked megmondani, hogy mikor, de lesz. A videostalálkozó.hu oldalon egyébként meg tudod nézni, hogy mikor lesz a pesti találkozó. Úgyhogy ja, nem House Flipperrel játszok egyébként, csak nem volt benne a Facebook rendszerébe a Castle Flipper. Úgyhogy azért adtam meg a House Flippert, mert ugye muszáj megadnom egy játékot, és hát nyilván az hasonlít rá a legjobban. De egyébként Castle Flipper a játék neve, nemrég jelent meg néhány napja Steamen a játék, szóval hogyha szeretnétek, akkor... Ja, eszképpel vissza a házba, jó. Liv. Látom most már. Július 24-én lesz a pesti találkozó. Köszönöm szépen a segítséget. Úgyhogy ja, mondom, meg kellett adni egy játékot, és akkor így ez lett. Általában ilyenkor azt szoktam, ami így a legjobban vagy névben hasonlít rá, vagy játékstílusban. Ott a farkas. Build a house! Oké, kell akkor egy saját házat építenem most. Na, itt már nem szeretném elrontani, úgyhogy remélhetőleg minden király is lesz. És az itt a kérdés, hogy tabba hoztuk elő, ugye? Destroy, alter, clean, torch, axe. Nem ez kell nekem. Mivel kellett előhozni? Az építkezéshez kellő dolgokat, mert itt... A ja, buildings houses, oké. Okay. Foundation and floors. Foundation mindenféleképpen kell neki, azt írja. És akkor be tudom állítani, milyen magason kezdődjön. Oké, okay, akkor most építjük meg az első saját házunkat. Igen, sejtettem egyébként, hogy erre kellett az a küldetés. Oké, okay, oké. Okay. És tudok nagyobbat is építeni? Nem lesz abból baj? Mert én akkor lehet már egyből egy nagyobbat építenék. 8 darab tető is kell neki, az mondjuk elég kemény. Mondjuk én azon gondolkozom, hogy... igen, így. Hogy lehet, hogy akkor már olyat építenék, hogy itt ennyire így kijön. Csodálatos lesz! Akarok is kimenni a pesti talira, ha minden összejön? Hát remélhetőleg össze fog jönni. Ott leszek a Budapesten, igen. Mit csináltam ma? Takarítottam, meg ilyesmi. Videostalálkozó.hu oldalon egyébként tényleg mindent megtaláltok. A pesti találkozóig ott leszek az összesen, annyi változás van. Vagy hát nem változás, ezt a honlapon is láthatjátok kiírva, de annyi így igazából a
különbség, nem tudom, hogy mondjam, hogy a kecskeméti találkozón sajnos csak vasárnap tudok ott lenni. Tehát, hogyha a Kecskeméten szeretnétek kifejezetten velem találkozni, akkor a vasárnapi napra nézzetek jegyet. Mert szombaton sajnos nem tudok ott lenni. Akkor még tart a nyaralásom, úgyhogy... az így emiatt kiesik. Ó! Jaj, ez így össze is esik. Azt hittem, hogy így lehet esetleg a méretén módosítani. Az úgy tök jó pofa lett volna. Mindegy, így is egyébként szerintem egészen jó. Jó, kell egy ajtó. Amit szerintem én oda fogok lehelyezni. És akkor... kell még nekem egy ilyen ablakos fal. Meg szeretnék egy sima falat úgy oda. És lehet, hogy akkor ide még két darab ilyen ablakos falat leraknék. Oké, oké. És akkor most már 10 darab tetőt írhasztam, mindent. Egyre több tető kell a játéknak. Tetőkből fog állni minden is. Na de milyen tetőt vásároljunk, azt nézem most. Nekem ez a fa tető tetszik a legjobban. Úgyhogy szerintem én ezt fogom. Úgyis ez a saját házikunk lesz. Oké, így ezt így ide. Oda. Úgy. És akkor kérdés, hogy ezt hogyan fogom itt összehangolni. De mindjárt kitalálunk rá valamit. Szerintem egyébként nem lesz olyan nehéz dolgunk, legalábbis nagyon-nagyon remélem. De nehéz dolgunk lesz. Lehet, hogy akkor oda is kellene raknom. Nincs olyan sok tetőféle, ami egyébként probléma lehet. De talán így jó lesz. Ugye megnézem, hogy ez így most hogy néz ki. Design tool-lal esetleg ezt már tudom dizájnolni? Alter. Plaster, fine plaster, old wood. Old wood-dal nekem tökéletes. És akkor megnézzük, hogyha ezt itt szépen elkezdem megváltoztatni, akkor hogy néz ki? Akkor most már van itt rendesen tetünk. Nem rossz, viszont oda kellene még mindenféleképpen valami, mert ott elég nagy lyuk van. szia Bence, üdvözöllek. Hang nélkül is, de nézett, nagyon szépen köszönöm. Egyébként valószínűleg lesz majd Szlovákiában is találkozó. Voltunk már többször is. Viszont nyilván ennek a vírus helyzetnek előbb csillapodnia kell, hogy beengedjenek minket is az országba. Meg mi egyéb? Kicsit pajta hangulata van. Hát figyelj! Erre telik. Pajtába fog élni a karakterem. Innen fogjuk a bizniszt indítani. Úgyhogy ez van. Majd lesz jobb is. Egyébként igen, elég pajta hangulatú. És akkor ide mit rakjak? Te ezzel egyébként egy kicsit bajba vagyok. Azt nem tudom, hogy esetleg lehet-e olyat. Nem ez kell. Hanem, olyan kellene nekem. Balkoni, aha! Na ez már tetszik. Oda szeretnék egy balkonit. Nem tudok? Hát de, hogy ez ilyen virágtartós. Ezeket is csak ide lentre lehet rakni. Mi ezt tudnám ezt hozzá snappelni? Aha. Erkély. Jó. Ó, ez kell nekem ide. Extrák. Ide rakunk egy oszlopot. És akkor remélhetőleg itt a tetővel még tudok valamit kezdeni. Nem akartam azt kitörölni, várjál. Nem tudom, hogy itt ilyen könnyen ki tudok törölni. Excuse me? Szia Zsömi, üdvözöllek. Remélem minden rendben van. Kellene ennek egy alap? Mindjárt megnézzük. Trükkös. Ha egy ilyet rakok ide, ilyet nem tudok rakni ide. Kicsit káosz az építkezés ebben a játékban, azt érzem. Na mindegy, rájövünk. Rájövünk, hogy hogy kell. Ezt tudom esetleg, nem, smooth work, nem.
Jó, ezeket nem tudom, csak fát tudok amúgy használni. Úgyhogy a csűr hangulat ezért is van, el fog dőlni. Rendben, Tibi, szia-szia. Tök megörültem, amikor megláttam a fehérvári találkozót, de pont ott lesz, ahol tavaly gyakoratoztam, és onnan nagyon rossz viszonyban jöttem el, úgyhogy maradt Budapest. Elég el, sose menjetek szoba asszonynak. Köszönöm, Tibi, a csillagokat. Hát... Fehérvártól egyébként szerencsére már nincsen messze. Budapest. Úgyhogy ha ennyire rossz emlékek kötnek hozzá, akkor lehet igen, célszerű. Na, itt volt, ugye? Nem itt volt. Buildings. Hol volt az oszlop? Itt volt az oszlop. Oda oszlop. Mindenhoval oszlop. Ígyni. És akkor remetőleg így már oda tudok majd rakni egy ilyen... valami alapot, vagy bármit, ami tetőnek is funkcionál. Erre? Így? Nem? Mi a fenének van akkor itt ez az oszlop? Dísznek? Elfújja a szél a pajtát. Szia Anna, köszönöm, hogy itt voltál. Ha esetleg van még kedved időd, akkor várunk vissza sok-sok szeretettel. Hájjaj, hát ide ilyen tetőt tudnék rakni, de ez nagyon hülyén néz neki szerintem. Nem, ezt le se tudom ide rakni. Azt nézem. Pedig ide is kellene mindenféleképpen valami. Hát így tudom esetleg lerakni, de ez meg olyan fura lenne, nem? Mármint, hogy miért raknék dupla tetőt? Olyan logikátlan. Mindegy, mindjárt megnézzük, hogyha ezt megváltoztatjuk. Itt a régi fát használtuk azt hiszem a tetőnél. Akkor hogyan néz ki? Jaj, minden szuper! Köszi szépen a kérdést! Tök jól néz ki elmetnek építőnek? Na! Köszönöm szépen! Hát az ott továbbra is egy rejtély, hogy az a lyuk azzal, amit tudok ott kezdeni. Azzal a lyukkal. Na mindegy, haladjunk szerintem a fallal, meg a többivel. Aztán majd megnézzük, hogy mit lehet belőle kihozni. Old wood. Hát ide lehet ezt a régi fát használnám. Tényleg egy kicsit pajta hangulata van a háznak. Igen, azt hittem, hogy egyszerűbb dolgom lesz a tetővel, de nem, úristen, hát ez egyre rosszabb. Most ilyen morcos házam lett, az miatt a dupla tető miatt. Na jó, oké, azt akkor ott kitöröljük. Lehet, hogy akkor oda egyszerűen csak... Várjál csak. De nem, mert... Ide nem tudok rakni semmit. Lehet, hogy akkor oda sima... Megnézzük azt, hogy mi van, hogyha oda falat pró... Nem, a fal se lesz jó. A fal se lesz oda jó. Hogy lehet akkor itt megoldani ezt a fajta tetőt? Szénapadlásnak jó lesz az. Mi ez a játék, mert még nem láttad? Hasonlít a House Flipperhez, csak ilyen középkori kiadásban. Most jelenleg a saját házamat építem, tehát nem takarítok meg, felújítok ilyesmi. Próbálok még én is rájönni, hogy itt pontosan mi hogyan. Mert én se játszottam vele még olyan sokat. De hogy oda tényleg mit tudnék rakni? Nem tudom. Ilyet? Esetleg ezt oda elfogadja? Nem. Tényleg szénapadlás lesz. Hát ha esetleg van ötletetek, játszottatok ezzel a játékkal, hogy ott azt a tetőt hogy lehetne? Mert nincs olyan sokfajta tető, az a baj. Ez nekem a igazi nagy problémám. Mondjuk várjunk csak, amik itt vannak tetők, azok actually jók lehetnek, mert a kinézete az olyan lesz, mint amit én választok. Csak ide nekem egy olyan fal kellene. Ezt a fajtát sem tudom oda rakni, mi? Nem. Na mindegy! Szellőzni fog, én azt mondom, nem akarok ennyire leragadni ennél, mert aztán meg nem fogok haladni a játékkal. Úgyhogy szerintem akkor kezdjük is el a többi falat módosítani.
Aztán azzal majd ott kitalálunk arra valamit. Kezdünk majd valamit, ígérem. Jó. Ajtó kellene még, és akkor elméletek meg is lesz minden. Ami kell itt most a küldetéshez. Én azt mondom, hogy ezt a szép ajtót venném meg. És akkor így már van egy ilyen kis placunk. Mondjuk azért csak jó lenne ide valami kis terasz, vagy ilyesmi. Jól telt a napom, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Kérdeztétek már páran, hogy milyen volt a mai napom. De továbbra is azt tudom mondani, hogy minden szuperül alakult eddig. Úgyhogy remélhetőleg ez így is fog maradni. Szia Bence, üdvözöllek! Szia Erika! Illetve Hajni téged is. Szóval ide nem tudok rakni semmit. Amit még esetleg ki lehet próbálni, bár kétlem, hogy ez működne, hogy ide rakok egy ilyen padló elemet, de nem, padló elemet se lehet oda rakni. Szóval nem tudom. Lövésem sincs, hogy azzal ott mit lehetne sajnos kezdeni. De majd csak rájövünk. Egyszer. Igen, mely ide is csak ilyet lehetne. Érdekes. Szia Csabi, üdvözöllek. Na jó. Rakunk még ide szerintem ilyen létrákat. Vagy mi ez? Nem létra. Azt miért csak a... Jó, oké. Lesz-e ma még live? Nem tudom, skacok. Nem tudom, attól függ igazából, hogy... Hogy lesz kedv ilyesmi. Lehetséges, hogy lesz ma még stream. Ezzel a tetővel csak kéne kezdeni, amit nagyon idegesít. Hiába van meg a küldi. Ez itt engem nagyon idegesít. Ripper. Nekem nem ripperelni kellene. Oda miért nem tudok olyan tetőt rakni? Ilyen tetőt? Nem. Vagy ilyen tetőt? Nézzük csak meg azt. Várja, az lehet, hogy úgy tök jól fog kinézni. Lépcső. Az. Tudtam én. Csak teszteltem, hogy figyeltek-e. De ezt sem tudom ide rakni. Nem baj, ha van lyukat tetőn. Igazából innentől kezdetek ablakra se lenne úgy. Igazából szükségem. Tovább építem, még jobb lesz. Hát, igen, csak... Mondom, nem olyan logikus ebben az építkezés. Legalábbis én nem nagyon látom benne sajnos a logikát. Ezek ablakok? Ablakok, jó. Kaptok akkor még ilyen ablakot. És szerintem nézzük meg a következő küldetést, aztán majd visszatérünk erre. Na, ha lehet ilyen házakat építeni, mint ott, akkor nekem miért nem sikerült? Jó, oda kellene mennem? Azt nézem most. Workshop. Change the name of your town, create your own banner, unlock new furnitures. Oké. Okay. Szóval elmetek, itt tudok nevet adni a városomnak, illetve fel tudok oldani új bútorokat. És itt is el tudom költeni az aranyamat. 2000-ért. Tudok feloldani dolgokat. Viszont csak sorrendben. Az mi? Puzzle. Oké. Ki kell raknom egy puzzle-t. Oké. Hát a sarkokból szerintem könnyű lesz. Bár nem biztos. Az biztos oda jön. Bath! Oké. Szóval akkor ez ilyen fürdő cucc. Cucli-mucli. Majd mindjárt megnézzük ezt. Tudja, a pecsét itt alul van. Bár ahogy nézem, ami jó helyen van, azt utána már el sem tudom mozdítani, úgyhogy az úgy oda. És... Így most már tudok fürdeni! Yay! És akkor ezt is ki kell raknom? Ezt kell kiraknom, oké. A másikat vajon miért nem kellett? Érdekes. Ez majdnem, hogy még sorrendben is van. Hát ez nem volt nehéz. Szerencsére nálunk szép idő volt, úgyhogy nincs panasz semmire. Elbírnám fogadni, valóságban is lehetne kirakózással fizetni. De nem, kifizettem, és utána még ki kell kirakósozni. Kicsit ilyen IKEA-s hangulata van ennek. Na, jó, itt van akkor a zászlónk.
aminek tudunk választani egy címert. Kutya! Farkas! Farkas jó lesz! Milyen színű legyen, skacok? Segítsetek! Segítsetek, milyen színű legyen a zászlónk. Ó, és itt még tudok külön állítgatni ezeken a csíkokon. Szóval nekem ezek a felemás zászlók szoktak általában tetszeni. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk egy pirosat, piros szint választanék. Meg mondjuk egy feketét? Piros. Piros, piros. Vagy lehetne fehér. Nem, a fehér az azért nem. Mondjuk a szimbólumnak a színét is meg tudom változtatni. Tehát mondjuk azt mondom, hogy fekete benne a farkas és fehér. Egyébként szerintem ez így jól néz ki. Bánat kiadása az UNO-ból. Nekem ez így tetszik, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy esetleg milyen szint módosítsunk rajta, a másik szimbólumot nézünk, egyébként van kutya is, ez egy ilyen kutya szeretne lenni. De szerintem a farkasos az jobban néz ki. Jó lesz, menő. De ilyen kék és piros szerintem, vagy fekete. Kék meg a pirossal, nekem az a bajom, hogy szerintem az a két szín egymáshoz annyira nem passzol. Mert nyilván sok zászlóban használnak kéket és pirosat együtt, de hát mondjuk ez így nem rossz. És akkor lehetne ilyen fehér a kerete. Ah, így talán még jobban néz ki. Mert rá a csőrák, a büdös hal, meg egy kis bánat csabusás rajz is. Kicsit halványabb a piros. Mindjárt megnézzük. Így. Jó, szerintem ez így jó. Oké, és akkor még mit lehet itt csinálni? Banner megvan. Itt tudom még átnevezni, de nem szeretném átnevezni. Doggyland az tökéletes lesz. Jó! Ó, és akkor most már itt mindenhol ki van tűzve a zászlom. Mi ez az izé? Kassa! Lesz a kopaszodó kiad... Nem, nekem, nálam ilyen nem lesz. Na nézzük! Time for a cleanup! Oké, egy régi házadok renovációra lenne szükségei, meg kell tisztelni a falakat, a padlót, fel kell szedni a szemetet, és a kerttel is foglalkozni kell, illetve van néhány bútor, ami hiányzik az emeletről. Na nézzük akkor ezt a küldit. Aztán meglátjuk. Na, 42 darab szemetet kell felszedni. Azt nézem, hogy vannak-e itt most olyan ládák, mert ugye azt most nem írja, hogy lenne. Ezt pedig itt takarítani kell. Nem, itt nem írja, hogy lenne láda. Ú, akkor bajba leszek, várjunk csak. Hogy itt még bútorokat is kell nekik lerakni. Te ezekkel a gazokkal olyan tudok valamit kezdeni? Of old trunks and trees. Gondolom ezeket a régi fákat kell nekivágni, a jó állapotban lévőeket valószínűleg nem. Igen, van csőráik. Van csőráik matrica, úgyhogy tudjátok most már használni azt is. Most valamelyik nap került be. Szia Sanyi, üdvözöllek. Jó, azt a két fát kellene még akkor kivágnunk. Szia Noémi, üdvözöllek téged is. Nem maradtál le szinte semmiről, úgyhogy nem kell aggódni. Egy-két küldetést csináltam csak meg, de vissza tudod nézni, hogyha esetleg érdekel. Majd meg YouTube-ra is tervezem feltölteni ezt a streamet, úgyhogy ott is vissza tudod majd nézni, hogyha ott szimpatikusabb. Oké, és akkor még ezt is. Meg szerintem fölaprítjuk ezt a fát is. Mert jó fejek vagyunk, egyébként nem lenne ez küldetés, tehát ezt nem lett volna kötelező megcsinálni. Na jó. És akkor igen, itt is bőven vassz mit takarítani, ahogy látom. Úgyhogy ezeket is gyorsan felszedem. Úgy csótányok! Már megfogtam a csótányokat. Elrakjuk jobb napok, vagy rosszabb napokon még jól jöhet. Egy kis nasi. Kiszállítva, tökéletes. Nyami. Szegeden lesz a videós találkozó. Biztosan lesz, viszont még én sajnos azt nem tudom, hogy mikor, hogyha felmentek a videóstalálkozó.hu oldalra, akkor ott láthatjátok, hogy jelenleg mik vannak tervben, milyen városok.
hogyha nem látjátok ott azt a város, ami közel lenne hozzátok, vagy esetleg ahol éltek, akkor esetleg nézzetek vissza egy hónap múlva, és akkor valószínűleg addigra már frissülni fog annyit az oldal, hogy ha lesz bejelentve új találkozó, akkor ott már lehet, hogy közte lesz a te városod is. Csak egy kicsit így megcsavartam, de értitek szerintem. Szóval, ha nem látjátok mondjuk Szegedet, mert azt hiszem Szeged még pont nincs felírva, akkor nézz vissza később, mert biztosan lesz Szegedem. Voltunk már többször is. Oké. Okay. Jó nagy kosz volt itt. Itt is van egy kis kosz, hogyha jól látom. De egyébként szerintem lesz Szegedem. Meg ha jól tudom, Gyulán is lesz. Csak még jelenleg nincs rá időpont, nyilván egyeztetni kell a helyszínekkel. Azt nézem, viszont, hogy... most már értem, hogy tudok alapanyagokat szerezni. Oké. Okay. Mert ha megnézitek, akkor most itt ezzel ugye gyűjtök be fát, meg követ, és gondolom akkor ezekből a fákból, illetve kövekből tudom én a házaimat szépen dizájnolni. Valahol kell, hogy legyen még itt egy kis folt, itt a folt. És akkor azzal meg lesz a stains. Szia Dani, köszönöm szépen, üdvözöllek. Szerintem biztos lesz Norbi, azért mondom, hogy a honlapot nézegesd, és akkor ott ki lesz írva. Jó, oké, valahol még lesz szemét, amit fel kell, hogy szedjek. Ott lent mutatja. Valószínűleg azt az egy farakás. Ó, sajnálom. Hát remélhetőleg azért majd egyszer sikerül soma. Köszönöm egyébként a csillagokat. És itt is van. Jó, megvan a szemét, megvannak a foltok, most már csak egy ágyat kellene leraknunk. Upstairs. Hát remélhetőleg ez már emeletnek számít. Gondolom ide kell akkor ezeket lerakosgatni. Bedroom, beds. És mivel nincs megmondva, hogy milyen ágyat szeretne, és nekem most nincs sok pénzem, szerintem ez tökéletes lesz. Ide egy ágyikó. Nem. Ezt nem fogadja el. Aha. És visszakapom legalább a pénzt? Melyik fajta ágy kellene akkor neki? Ez jó. Vagy ide föntre mutatja? Ez is upstairs végül is. Á, hogy ide az egészen a fönti szintre szerette volna. Ezt mondjuk azért jelezhetné, hogy melyiket szeretné. Pontosan. Jó, kap még akkor egy ilyen ehhez passzoló ilyen kis szekrényt is. Ezt csak ide tudom lerakni. Oké. És szerintem visszamegyünk a házhoz, mert itt most nem volt láda, meg nót, amit meg lehetne keresni. Ó, igyekszem. Azért is szeretem egyébként ezeket a chilles játékokat, mert ilyenkor azért tényleg tudok figyelni a chatre is sokkal jobban, mint mondjuk egy Warzone esetében, vagy egy olyan játék esetében, amikor ugye többen is vagyunk. Nyilván nem akarok olyankor mások szavába belevágni ilyesmi. Úgyhogy... Úgyhogy most igyekszem mindenre is odafigyelni. Kicsit roncsúz a lépcső. Hát, igen. Nem a legjobb. Na, kapitány! Azt mondják, hogy én vagyok a legjobb renovátor kereke vidéken, és remélhetőleg nem vagyok túlzottan elfoglalt, és vagyok annyira kedves, hogy segítek a problémájában. Igen. Szóval kapott egy nagyon kis szigetet. Nem túl nagy, viszont látott már jobb napokat is. Elfogadta, mint ajándék. Ez egy lakatlan sziget. Semmi nincsen a szigeten, csak egy lepukkadt ház és egy régi hajó. Nem tud foglalkozni vele, viszont a hajó az nagyon-nagyon ígéretesnek hangzik. Jó, akkor valószínűleg a házat azt le kell bontanunk? Vagy le kell bontanunk a házat, vagy fel kell újítani, de a hajót az biztosan kezelésbe kell, hogy vegyük. Köszönöm szépen Norbi, a csillagokat ismételtem. Na, jó, akkor viszont Q, Captain,
És akkor nézzük is, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Én egy város kapok, valaki meg egy szigetet. Hát, kérdés, hogy melyikkel jár jobban az ember. Ja, hogy... Oké! Ez lenne az a kis hajó? Köszönöm szépen, Noémi, üdvözöllek újból. Jó, az egyik láda már meg is van. Tele aranyjal. Viszont csak 500-at kaptam bele, nem baj. Jó lesz az is. Meg feloldottunk akkor ezzel is egy újabb... majd megvásárolható tárgyat. Na nézzük akkor ezzel mit lehet kezdeni. Új, hát tényleg jó nagy itt a rumli. Hatalmas felfordulás hagytak itt. Azt írja, hogy catch all the rats. Tehát, hogy akkor nem csak... ezt meg kell javítani. Szóval akkor... hogy kell tab repair? E betűvel. Ó! Oké. És akkor be is kell szögelni. Ez is ilyen house flipperes, igen. Szóval nem csak csótányokkal kell akkor megküzdenünk, hanem patkányokkal is. Érdekesen üti be a szöget. Igen, olyan picike az a hajó, hogy alig lehet látni tőle a tengert is. Szóval egy icipicike kis hajót örököltem. Ki gondolta volna? Nagyon szépen köszönöm, Norbi. Jó. És akkor megnézzük itt fönt, mizu van. Olyan ezzel kell valamit? Itt is van még szemét, jó. Akkor ezzel is kell kezdeni valamit. Oké, és... ó, hogy ezt is föl kell takarítani, oké, ezt az elbarikádozott részt. Itt van egy ilyen kis ajtó. Itt ez nagyon kis hangulatos hely. Nekem abszolút tetszik. Komolyan szemétnek írja a könyveket, azért ez így... elég kemény. Jó, ezeket pedig akkor gondolom... fel kell aprítani. Tűzifának jó lesz! Ezt is? Ezeket is, oké. Ez ugye nem az a szék, amit az előbb javítottam meg. Egy kicsit fájna. Nem értem, vannak székek, amiket itt tönkre kell tenni. Vagy hát tönkre tehetek. És vannak olyanok, amiket meg kell javítani. Fura. Tehát ugyanolyan széknek tűnik ez is. És ez a tök jó állapotban voltak, de én inkább a rosszakat... újítom fel, azokat megtartjuk, és a tök jókat meg vihetem haza. Igen, megkaptam a csillagokat, köszönöm. Hát, Bence? Nehéz, igen, tudom. Figyelj, mondjuk a takarításomra beszólhatsz, de ezt se hallod, szóval nem tudsz arra se beszólni. Jó, ezt is szépen felújítjuk. Hát a szögeket nagyon bírom. Játék is tudja, hogy milyen olvasni. Nem rossz egyébként olvasni. De lehet azok unalmas könyvek voltak, nem tudom. Nagyon fájtam, amikor a bölcsesség fogam nőtt. Nem. Nem, szerencsére megúsztam. Szia, Norbi, köszönöm, hogy itt voltál. Szerencsére megúsztam a nagy fájdalmakat. Itt egy kulcs. Ez olyan kell majd valamire? Ezeket pedig... hát tönkre tudom tenni ezeket a székeket is. Jó, hát remélhetőleg nem lesz bőle baj. Ó, itt van még egy láda, király. Kettő ládát akkor már meg is találtam. Szia, Esti, üdvözöllek. Ezekkel viszont nem tudok mit csinálni, lehet, hogy ezek szemetek azért, mindjárt megnézzük. Aha, ez szemét volt, jó. Akkor azt felszedjük. És akkor gondolom majd a hajóra is át kell, hogy menjünk. Igen, mert a hajót is majd meg kell javítani. És az a kérdés, hogy itt a házban mindent megcsináltunk-e.
Igen, nézzünk egyet a szuper szemünkkel. Ott alul még egyébként mutat szemetet. Úgyhogy azokat mindenféleképpen jó lenne összeszedegetni. Ó, ezek is szemétnek számítanak, oké. Szeretném akkor már maximálisan az összes feladatot megcsinálni minden ilyen küldetésnél. Nyilván akkor úgy lesz kimaxolva a játék. Ah, ezeket össze kell törni, oké. Ezeket a régi rönköket is ugye írta, hogy jó lenne, hogyha kiszednénk a helyéről. Szia, Zoli! Harry Potter képesség is megvan, lebegnek a tárgyak. Nem, egyébként itt csak azt mutatja, hogy valahol máshol vannak. Egyébként tegyen, mint hogy egy picit lebegnének. Valami mutatott koszt. Ilyen feltakarítás. Ah, ott van. Ezt továbbra sem tudom, hogy micsoda van. Mi, rozsda, vagy vér, vagy fűszer? Átláttuk a falakon. Igen. Jó. Hát én őszintén szóval itt a háznál már nem látok semmi teendőt, hogy világítana ilyesmi, úgyhogy szerintem átmehetnénk a hajóra. Ó, várjál. Itt még lesz cucc, amit össze kell szedegetni. Aztán, hogyha esetleg így se lesz maxos, akkor visszamegyünk majd még a házhoz. Ezt olyan meg kell javítani? Ez a híd is elég ramaty állapotban. A deket is meg kell javítani, jó. Az honnan fog olyan szerezni cuccokat, vagy ezzel kellene megjavítanom? Ma mindjárt meglátjuk. Új, itt is azért lesz bőven mit. Bőven mit feltörölni, összeszedni ilyesmi. A mások repülni tudnak, én pedig átlátok a falakon. Hát figyelj, mind a kettőnek megvan a maga előnye, meg a hátránya. Mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha mindent látok a falakon keresztül. Oké. Okay. És akkor így tudjuk megjavítani a haj... Ah, ott vannak a patkányok! Szerencsére nem olyan nehéz őket elkapdosni. Reméltek azért, valami betegséget nem kaptunk el tőlük. De hát csak nem. És akkor elmentek, lesz még valahol egy jegyzet, meg kettő darab láda, úgyhogy azokat is majd meg szeretném keresgélni. Ha valamelyiket látjátok, nyugodtan tényleg sikítsatok, kiáltsatok, írjátok a cseten. Mert hogy jó lenne azért. Hát hajrá, Jani! Hajrá, hajrá! Jó. Arra fele van ezt a részét, hogy nézem, már nagyjából kitakarítottam. Ah, mennyi patkány van itt! Red Catcher. Kaptam egy Steam Achievementet is közben. Catcher the Reds. Jó, megvannak akkor a patkányok, abból elmetek, többel már nem fogunk találkozni. Ezeket fel kell szedni. Szóval tudom olyan rakni? Azt nézem. Ide kellene? Ah, ide kell, oké. Okay. Szia, Áron, üdvözöllek! Velem minden szuper, köszönöm szépen a kérdést. Csótaják, mert jó lesz megsütve, azaz. Ah, lehet, hogy amúgy izé el kéne vinni tényleg ezt a hajót. Szelni vele a tengert. A habokat, meg a vizet. Oda. Oké. Okay. 3/7, szóval még lesz valahol a lyuk a hajom. Ott szalad a husi. Fél 8 patkány azért az már... Az már emberes adag. Azzal már azért jól lehet lakni. Na, oda kellene felmenni, oké. Okay. Elmetek, akkor itt ez a rész is megvan. Akkor itt is ezt be kell foltozni. Jó. Ezekből pedig... Ah, várjál, ez valószínűleg a kormányhoz kell majd. Aha. Sejtettem. 1, 2. És
És akkor itt van a többi. Ha minden igaz. Úgy, úgy. És ez is megvan. Jó, megvan a kormány. De a hajónál még mindig lesz valami, ami nincs meg. Most töröltem fel a bort. Nem tudom, srácok, hogy lesz, mikor lesz mostanában Warzone, mert nyilván az attól is függ, hogy a fiúknak hogy van kedve. De remélhetőleg majd a héten valamikor tudunk játszani a játékkal. Hiányzik már nekem is. De szólózni nem szívesen szóloznék, mert az... Ott csúnyán felhúznám magamat, azt hiszem. Az meg úgy nem olyan jó. Jó. Jó bundás kenyeret. Tiszta Sea of Thieves. Végül is? Amúgy eredetileg egy kalózus játékkal akartam ma játszani. Tök jól nézett ki. Viszont... Viszont ahogy megláttam, hogy hogy néz ki igazán a játék. Tehát a trailerben tök jól néz ki. De aztán rájöttem, hogy nem úgy néz ki ténylegesen, mint hogy a trailerben is így. Inkább elengedtem. Hol van az? Ott van az a láda. Oké. És akkor megvan az összes szemét. Valahol még kell, hogy legyen folt. Á, itt van, és itt van a jegyzet is. Oké. A hajóval kapcsolatos terveket olvashattuk el. Á, nem tudom, mennyi értelme lenne belekezdeni egy GTA RP-be. Őszintén szólva... Szerintem... Ez egy évvel ezelőtt volt úgy igazán téma. Lehetséges. Van ismerősöm, aki egyébként üzemeltet szervert, szóval ha lesz, akkor biztos, hogy ott. De nem tudom. Nem tudom, ahhoz kell, nyilván kell egy jó karakter, egy jó történet. Úgyhogy azért az nem csak úgy megy, hogy az ember leülést csinálja, és lesz, ahogy lesz. Tehát hogy azért azzal elég sokat is kell úgymond foglalkozni pluszba. Nem tudom. Lehet. Bár egyébként most kinéztem néhány single játékot. Jó, valószínűleg inkább olyanok lesznek, de nem tudom még, hogy mit hoz a jövő. Még mindig nagyra az igény? Hát... Nem tudom. Tényleg már. Én nem nagyon szoktam ilyen jellegű streameket nézegetni. Hova kellene ezt beraknom? Mert annyira sötét van, semmit nem látok most itt. Semmit nem látok itt. Pedig elmentek most már nem kell olyan sok a hajónak, hogy teljesen meg tudjuk javítani. Á, ide kell. Oké. Az is megvan. És akkor még a decket kellene megjavítani. 0/1. Gondolom, akkor az utolsó léc, amit láttam, az oda kell majd még. Most vagy kész a hajó horgony felé is indulás. Keresem a deszkáját és átsétálok rajta, de nem mindegy egyébként, hogy melyik alapanyagot hova rakom. Ott láttam, hogy volt egy lyuk. Itt. De ez másfajta deszka kell, nem az, mint amit felszedtem. Ezt a deszkát is még meg kellene keresni, csak olyan sötét van ezen a hajom. Nem lenne egyébként az se rossz ötlet. Valami real life társas. Csak ahhoz nyilván... Kicsit nehezebb egyeztetni. Ó, köszönöm szépen, Zsombi, örülök, hogyha tetszenek a videók. Mindig jó az ilyet olvasni. Na, hol van az utolsó deszka? Mert azt viszont... Á, itt van. Oké, ez kell. És akkor ezt kellene oda arra lyukra rakni, ugye? Felső fedélzetén van a lyuk. Oké. Most már meg is találtam hozzá a deszkát. Valahol itt volt, ugye? Aha, itt van. Jó. És meg is vagyok mindennel. Ha minden igaz. Megtaláltam a jegyzetet, minden így kincses ládát. Jó. Mielőtt jöttem a live-ra, pont néztem vissza a kakosos Uno streamet. Az Unók egyébként jók, azok mindig viccesek. Szeretem egyébként azokat a streameket nagyon. Elővettem a fákját, csak az a baj a fákjával, hogy
azt az egyet tudom a kezembe tartani. Tehát onnantól kezdve, hogy én ott bármit akarok építeni, vagy felvenni, vagy megkeresni, így haszontalan lesz a fákja. Na megint van két új küldetésünk, egy jó lecke. Múlásra kell tanítani a szomszédomat. Eléggé gazdag a szomszédom ahhoz, hogy legyen egy saját kis hintója, eszköze, mindene, de ettől függetlenül mindig kölcsön kéri a dolgaimat, és néha el is felejti őket visszaadni. A legrosszabb ebben, hogy sokszor törött állapotban, rossz állapotban adja őket vissza. Tudjuk, hogy az ilyen emberek mit érdemelnek, és szeretnék neki egy jó leckét tanítani. És még csak tanárnak se kell, hogy legyél hozzá. Csak annyit szeretnék, hogy menjen hozzá, és törd össze dolgait. Oké, egy nagyon egyszerű munka. Ameddig, és estig haza se ér. Jó, menjünk. Tegyük tönkre! Annak a szomszédnak a házát. Milyen kedves egyébként. Hogy tetszik az a Among Us? Sokat játszottunk vele, úgyhogy tetszik, de nyilván nagyobb társasággal jó. Na, 120 dolgot kell tönkre tennem. Melyik házat? Ezt? Nem ezt kell. Melyik házat kell vajon tönkre tennem? Ez most egy kicsit ilyen... Hogy igazából itt bármit? Amit csak így kidob? Oké. De ezeket meg nem tudom, ez szemét. Ez bele se számolja, viszont pénzt kapok érte, úgyhogy akkor elvisszük. Jó fej szomszéd, jajaja. Abszolút, én is szeretnék ilyen szomszédokat. Szerintem ezzel nem is vagyok egyedül. Biztos ti is így gondoljátok. Oké. Meg amúgy azt hiszem van a mongászos matrica is, úgyhogy... Itt Facebookon, amit tudtok használni, úgyhogy szerintem abból is azért kivehető, hogy szeretem a játékot. Jó. Ez az egész a szomszédé lenne, ez az egész plac? Mennyi mindent tönkre lehet itt a... Hú! Ezt a pusztítás! Csóró szomszéd? Csak azért, mert izét törötten adott vissza valamit. Egy ágy. Matracsal, mindennel is. Van itt egyébként jegyzet, nem lesz, két láda lesz, oké. Érdekes egyébként, hogy ezt a varázslós, felfedezős vonalat viszont azóta nem láttuk. Szépen zsebre rakom, igen, a cuccokat. Ilyen ez. Mondjuk ezek után szerintem el is költözhet a megrendelő, tehát hogy nem hiszem, hogy ezt annyiba fogja hagyni a drága szomszéd, akinek most a dolgait tönkreteszem. Soros emót is van, ez azt jelenti, hogy szeretem. Nem tudom. Lehet. Egyébként most a találkozón kaptam... sört. De nem csak én. Az összes videós. És így tökre meglepődtünk, hogy... Hogy. Amúgy a soros emót az a, főként a Stardew-veli miatt került be még régebben. Akik esetleg követték azt a sorozatot, szerintem nem kell magyaráznom, hogy miért. Oké. Ezeket is még szépen összetörögetjük. Ez valami kemencés, sütőkonyhás valami. De szép kép. Szépen tönkre tesszük. Mérges vagy, csak gyere a játékba és törj össze mindent. Semmi sem marad a végén. Hát látod.
Köszönöm egyébként Soma a csillagokat. Nem az én cuccaim, úgyhogy innentől kezdve. Én nem bánom, én csak elvégzem ezt a munkát. Hát ez van, na. Egyébként volt valami, nem is tudom, milyen PC összetörő szimulátor játék is. Az is hasonló élmény lehetett. Szia Sebastian, üdvözöllek. Meg téged is, Napsi. Ezekben a házakban voltam már. 66 per 120, akkor még csak a felével végeztem. Ah, itt volt még egy ilyen sörös cucc. Köszönöm szépen, Zsombi, örülök, hogyha tetszenek a tartalmak. Tényleg csak a Stardew Valley miatt, ami más miatt, aj. Jani, Jani. Nem a House Flipperhez tartozik a játék, csak hasonló. Tehát nem egy DLC mondjuk a House Flipperhez. Ez egy különálló játék. Csak nem volt benne a Facebook rendszerébe a Castle Flipper, úgyhogy a House Flippert adtam meg, mert ugye valamit muszáj megadnom, valamilyen játékot, hogy éppen mivel játszok, ahhoz, hogy el tudjam tenni a streamet. És a House Flipper talán, ami a legjobban hasonlít ehhez a játékhoz. Ó, milyen kis kalitka van itt. Cik tartott állatokat is a szomszéd. Most már biztos, hogy csak múlt időben. Bár mondjuk csak benne lettek volna most is. Hogyha még lennének állatai. Szerintem ebben a házban lesz most már minden, amit össze kell törnünk. Szia Laura! Üdvözöllek téged is. Oké. Azt nem tudjuk leverni, az ott marad. Ó, milyen szép kis WC! Hát ez is megy a levesbe. Ablakok is, vagy hát a függönyök. Vagy csak állatot akart, lehet. Mennyit tetszett a Animal Crossing? Érdemes megvenni? Hát, hogyha van Switched, szerintem mindenféleképpen érdemes, mert nagyon sokat játszottam bele, szóval egy 80-100 órát legalább bele tudtam ölni a játékba. Meg mindig van benne valami, ami miatt úgy vissza-vissza megy az ember, tehát ugye havonta tudsz új növényeket, halakat beszerezni, vannak amik így... vannak ilyen eventek, például nyáron van ilyen horgászós event, ilyesmi. Az is aztán minden szombaton, vagy minden vasárnap van. Szóval mindig van, ami miatt el lehet indítani a játékot. Jól kitalálták. Kemence fölött maradt polc? Na láttál Bánok Szent Györgyös táblát? Nem figyeltem. Pedig, nem figyeltem. De szerintem járok majd még arra felé. Sims feelinget ad? Pedig nem hasonlítam annyira a Simshez azt a játékot. Valahol még van valami, amit össze kell, hogy törjek. És sehol nem mutatja, hogy mit kéne összetörnöm. Sehol nem látom így kiemelve. Ez itt a legidegesítőbb ebben. Hát... Én lehet azt mondom, hogy akkor ezt az utcsót ezt hagyjuk, mert nem mutatja ez a Z-se. Fényerőt maxra húzom, hát nem hiszem, hogy az sokat segítene. Meg szerintem itt nem nagyon tudok fényerőt se állítani. Úgyhogy nem tudom. Lövésem sincs, hogy itt mit kellene még tönkretennem. Na jó, én azt mondom, hogy akkor ez most így ennyi. Ez a küldetés. Remélhetőleg a pénzt azért megkapjuk érte. Megjött a nap, igen, de hát így... Ez így eléggé bánat volt. Mit ne mondjak.
Akkor miket oldottunk itt föl? Kitchen bedroom garden. Ah. Szóval jó sok pénzünk lett. Honnan lett ennyi pénzünk? És akkor itt elmetek megint fel tudok oldani új dolgokat. Ezeket még össze is kell pakolászni. Oké. Valószínűleg... Várj, ez jó helyen volt. Ezt a gyönyörű szép széket... ha már megvettem, akkor lehet jó lenne, ha tudnánk használni is. Ez ott nem lesz jó helyen, most nézem csak. Az ott oda. Az oda. Így, ni. Az árnyék legalábbis az oda jön ki. Az biztos, hogy oda. Oda. Hát valamit itt nincs rendben. Itt lesznek felcserélve, hogyha jól látom, darabkák. Á, itt ezt a kettőt még kellett cserélni. Oké. És akkor mindegyik fel van oldva? Nem, ez még nincsen. Imádom egyébként, hogy így ki kell pakolni. Szerencsére nem olyan nehéz. Azt tudja, hogy ott lesz. Oké. Ilyen logikát is fejleszti. Nem kaptam sajnos citromot. nagyon ritkán beszélgetünk, Réka. De nem szeretnék, hogyha nem baj erről a témáról beszélni, mert nem olyan jó erről a témáról beszélgetni. Oké. Okay. Á, az oda jön. Az ott jó helyen van? Azt nézem, mert mint hogyha itt valamelyik nem lenne jó helyem. Ott az a pecsét, az nagyon furán néz ki. Jó, oké. Elméletben akkor ezzel is megvagyunk. Igyekszem. Igyekszem inni. Ígérem. És akkor még ez van, ami... Ezt is fel tudom úgy oldani, azt nézem. Föl. Kipakolászom akkor ezeket, és akkor elmentek az összes bútort is feloldottuk. Tényleg egyébként nem egy hosszú játék. Amit egyébként sajnálok, mert lehetne benne jóval több küldetés is. Mondjuk ez egyre több darabból áll, azt nézem. Ez a puzzle. Úgyhogy azért most már itt kezd nehezedni a dolog. De azért talán még meg tudunk vele birkózni. Sarkokat kell úgyis először megkeresni. És ahhoz... Ilyen bed. Jó. Azt szerintem inkább oda. Azt úgy oda. Köszönöm Ákos a csillagokat. Végén 100 darabos puzzle-t kapok. Esélyes, nem amúgy. Szerintem ez az utolsó puzzle, legalábbis nem nagyon láttam több megvásárolható cuccot. De azt nézem, mintha ez sem lenne. Úgy most jó helyen van. Azt hova rakjam? Hát az meg már ott helyén van. Az úgy oda. Az fixen. Hát ezt alig látom most át. Az a kemény. Most az otthon eltűnt? Itt volt egy darabka. De csak nem tűnt el, legalábbis remélem. Kellemetlen lenne, hogyha nem tudnám emiatt kipakolni. Azért arra csak gondoltak a készítők. De ez hova? Elfordítani nem lehet. Na várjál, ezt ide rakom. De azt meg oda akarja, jó? Az élet nagy problémái.
Tehát ilyen kis pöcök sorok elem hiányzik. Eltűnt az egyik izé puzzle darabka, nem? Ó, várjál! Ó, ó, ó! De nem, ez itt se jó. Á, de jó lesz, jó. Csak volt itt egy-kettő, ami így nem a helyén volt. De valahol hiányzik az ágy közepe? Really? Hiányzik egy darabka. Hajrá, köszönöm! A House Flipper nekem jobban tetszik egyébként, hogyha választani kell e közül és a House Flipper közül. És ez hol van ez az egy darab? Esküszöm, nem látom. Szia, Liana! Hol van? Hiányzik egy darab! Hát ezért fizettem! Ezért fizettem! Ne. Most újra kell kezdenem. A nem jó! Megszivott a játék rendesen! De lehet ezeket amúgy forgatni? Most megint összekevertem, csak hogy jó legyen. Ilyet? Ez a soha ki nem rakható kirakós, de csak megvan az összes eleme. Csak úgy látszik, hogy akkor... Igen. Ezzel egy kicsit így vigyázni kell, hogy... Nem pakolhatom, hanem csak úgy össze-vissza a cuccokat. Elmetek, ezek most... Azok ott jó helyen vannak, fixen. Oké, az is jó helyen van. Az is jó helyen van. Most már kirakjuk ezt az ágyat, nem érdekel. Ja, megnézzük, az ott van. Így amúgy a legegyszerűbb, így biztos nem veszitek el egyet se, addig próbálom a helyére rakosgatni, ameddig onnan nem tudom elvenni, mert akkor az már fixen jó helyen van. Ez az oldal, oké. Érdekes egyébként, az oda jött, az tuti, hogy oda. Az is oda. Oda. Valószínűleg, igen. Azt oda. Ide talán? Nem, nem, nem. Ez ilyen alacsony ágy, oké. El sem hiszem, hogy azt nézitek, hogy én kirakósozok. Tehát, hogy ez így... Hajrá, köszönöm! Mindek el kell tűnnie. Hát igen, de itt... Hamarabb tűntek el, mint hogy el kellett volna tűnniük. Ez volt az én nagy problémám. Olyan elemek is eltűntek, amikre nekem még szükségem lenne. De szerintem most így meg lesz mindegyik. Ja. Oké, sikerült kirakni az ágyat, ugye? Miért nem fogadja el? Ez bágos lenne. Hát de... Jaj, ez a kettő. Oké. Ezt még ott meg kellett cserélni. Hú! Szia, Sanyi! Kösz, hogy itt voltál. 8000-be kerülne ez a ház még, amit föl tudok oldani. Jó. Castle Flipper! Yay! Meg vagyunk akkor ezzel is. És akkor itt van még egy küldetés. Egy új házat kell építeni, egy kis házikot kellene a városon kívül építeni. Természetesen kapok hozzá mindenféle alapanyagot. Most megint akkor házat kell építeni. Jó, nézzük meg. Jaj, de ez így most nincs meg. Nem érzékelte a rombolósat. Ez mondjuk eléggé szomorú. Nem találtam meg egy dolgot, és azért kb. Mint hogyha meg csináltam volna azt a feladatot. Hát, na mindegy. Ennek annyira mondjuk nem örülök, de ez van. Ezt kell szeretni. Pedig elmentek, hogyha 80%-a megvan, akkor... Akkor onnantól kezdve már nem kellene, hogy rinyáljon a játék.
Igen, elég könnyen át lehet ugrani itt a játékban a dolgokat. Szép a grafikája a játéknak. Oké, azt is még szépen tönkretesszük. A játék lényege ugyanúgy, mint a House Flippernél, a feladatokat kapunk, azokat teljesíteni kell. Most például egy házat kell építenem, meg föltakarítani, ilyesmi, úgyhogy ha ismered a House Flippert, akkor igazából lényegében majdnem ugyanaz. Csak ilyen középkori kiadásban. Jó, van még valahol viszont szemét, amit fel kell majd szedjek. Szerintem hogy ez is szemétnek számítana. Ja, ez is szemétnek számít, meg az is szemétnek számít. Itt valamiért nem akar ráállni, hogy én ezt föl tudjam szedni. Úgyhogy átváltok erre a torcsra. És akkor most kell elkezdenünk a házat építeni. Na, az király regi. Küld majd el mindenféleképpen a rajzot. Meg vagyok, köszönöm a kérdés, Sanyi. Oké, build, ugye? Igen, az az I betűvel volt. Házak, most eljött innen a kastély. Érdekes. 14 darab foundation? Hát ez jó nagy ház lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14. Oké. Kell ajtó, rúfból 14, meg gondolom falak is kellenének. Azt viszont most például nem írja, hogy szükség lenne ablakra. Kérdés, mennyire akarjuk szépre megcsinálni. Nyilván úgy lenne értelme. Oké, ott lesz az ajtó. Elméletben most mindenhova raktam falakat. Ilyen az ajtókeret. I betűvel mindjárt nézünk ide egy ajtót is. És meg kell majd még változtatni ugye a háznak a külsejét. Na, nézzük milyen új dolgokat oldottunk fel esetlegesen. Az, hogy tetőből fogalmam sincs, hogy miért tudnék úgy építeni, hogy az jó is legyen. Elég nehéz ebben a játékban. Talán az úgy jól fogod kinézni. Úgy néz ki, mint egy piramis. Szellősre csináljon a házat, nehogy szebb legyen, mint a sajátom? Na! Biztos örülni fog a megrendelő. Ha azt mondom, hogy azért lett ilyen a ház, mert az enyémnél nem lehet szebb. És kész, pont. És azon gondolkozok, hogyha odaraknék egy falat, olyat tudok-e csinálni. De nem. Tehát ez olyan fura nekem, hogy max akkor tudnék ide rakni, hogyha ide rakok egy ajtókeretet, még egyet. Mondjuk azt legalább tudja a játék, hogyha lerakok egy ajtókeretet, akkor annak kettő kell. Ezekre kellene még tetőt. Úgy. Szóval így tudom megoldani valószínűleg otthon is. Csak hogy ez így meg, hogy fog kinézni? Ó, jaj. Ebben nem gondoltam bele. Hát itt még nehezebb tetőt építeni, mint a Sims-ben. Na mindegy, mindjárt megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Első körben szerintem kezdjük el itt a kitöltéseket. Szia, Liana! Új, elfogyott közben az alapanyagom, most nézem. Az baj. Hát akkor marad a sima fa? Hát így még csúnyább lesz. Jó. Lesz, ahogy lesz, akkor I guess.
pedig ezt amúgy olyan szépre is meg lehetne csinálni, de így, hogy még el is fogyott az alapanyagom, amiért követ használt a régi fához. Hát de ez se jó. Ez se jó, hát hogy néz ez ki? Mindegy, már csak egy olyan kellene, és elmetek, készülök a munkával. Lehet, hogy ide többet nem fognak engem hívni házat építeni. Jó, menjünk vissza szerintem a házunkhoz. Én úgy érzem, igen, Adél. Boldog vagyok, nagyon. Minden szuper. És szerintem az életben ez a legeslegfontosabb, hogy az ember boldogan élje az életét. Igen, valószínűleg nem lesz így egy több megrendelés. No quest for now. És akkor ez így ennyi? Azért, mert ezt nem csináltam. Ó, Thea Talent Tree. Jó. Szóval azért, mert azt ott nem csináltam meg. Voltam úgy rengeteg skill pontom. Most annyi van lenne térképem. Ezeket is fel kell oldani. Backpack. Több dolgot tudom tartani. Igen. Olcsóbban tudok megvásárolni dolgokat. De ezek itt mik lehetnek? Nehéz. Most megnézzük még egyszer azt a küldetés, amit nem sikerült. Hát, ha kapunk újat, vagy ennyi lett volna tényleg. Kicsit most így bajba vagyok, mert hogy... Már elveszettnek érzem magamat. Ez van, de hát ezt meg már félig megcsináltuk ezt a küldet, vagy hát igazából 99,9%-ra. Milyen hangja lett? Eddig nem volt ilyen hangja ennek, nem? Meg ilyen effektek se voltak. Wow! Jók ezek a nyugi streamek. Örülök, hogyha tetszik, Soma. Illetve nagyon szépen köszönöm a csillagokat. Én is szeretem egyébként az ilyeneket, mert tényleg jó odafigyelni arra is, amit írkáltok. Nyilván laptop mindenre reagálni. Ezekkel itt... Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Hát most igyekszem gyorsan végigrohanni itt a házakon, hogy még nappal elkapjuk az összes bútort, ilyesmit. Lehet, hogy ezek voltak, amik itt kimaradtak. Mintha itt leesett volna egy valami. Na most kíváncsi leszek. Tökre olyan volt, mintha ott lees a kenyér. Itt most össze tudtam törni a kenyeret. Lehet, a kenyér volt az előzőben is, csak valamiért azt nem adta be. Egyre furább ez a játék. Na mindegy, remélem most meg fogjuk találni az összeset. Mert vicces dolog szétzúzni a házat, de... Egyszer bőven elég ez a küldi. Szóval már nem tudom felégetni. Eladni tudom, meg magam inventóriába elcsempészni ilyenek. Viszont az is érdekes, hogy most mondom, lett hangja a játéknak. Mármint, hogy így a törésnek. Mert szerintem eddig nem volt. Vagy csak nem volt ennyire hangos, nem tudom. Úgy tényleg nagyon hangos. De a játékban a hangokkal azért van gubanc, effekt. Gondolom ezt kéne. Hát nem sokkal lett halkabb. Dizájnos házakat épít, és amelyik nem olyan dizájnos, mint az övé, az szétrombolja. Igen! Amúgy most sem magamnak munkát, majd utána ezt meg fogom keresni, hogy építsek neki házat, figyeld meg! És építek neki egy nem szé házat. Volt az egyik láda, arra fixen emlékszem. Így kell ezt csinálni. Mint a tárgyakat, hogy tudatosan tönkre mennek néhány éven belül, tudod? Hogy megvedd a legújabbat. Ez nem szoftver frissítés nem fog kapni. Hanem nem lesz hol élnie. Oké. Ez is mehet a levesbe. Nem, mondjuk azért ezeket csak jól lenne felszedegetni, nem? Hát, ha itt
van valami, nem emlékszem, hogy hol volt a másik ládat, ti emlékeztek még? De még takarítani is takarítok, mert ilyen jó fej vagyok. Úgy amúgy. Ezt nem kéne elvinnem, de én elviszem. De tényleg nem. Hú, volt. Ja, már ilyen kis izébe kellett bemenni, külön szobába. Már megvan. Már megvoltam, oké. Ilyen speedrunba próbálom megcsinálni, mert aztán, ha megint rám sötétedik, akkor aztán nézhetek. Jó van már a menetrend. Ó, tök jó. Örülök neki. Egyébként jó cucc a fém szívószál. Hasznos tud lenni. Főleg, hogyha esetleg valahova elmész. Szórakozó helyre, ilyesmire. Oké. Ezt is sikerült még itt összetörni. Egyébként érdekes, hogy ezeket a lámpákat se lehetett még az előbb összetörni. Nehezen tudok kiigazodni ezen a játékon, néha mit lehet és mit nem. Jó, a ládák mind megvannak, ugye? Elméletben igen. Egyedül lakik valaki, senki más, a szép pedig elférne ott fél buta. Hát! Ezért is piparál a szomszéd, mert van egy csomó pénze, aztán ahelyett, hogy a saját szerszámait használná, ugye kölcsön kéri ez a sztori, és mindig törötten, meg rossz állapotba adja őket vissza. Na most talán meg lesz, azt nézem, mert hogy 119 per 120, és most megint itt vagyok, hogy egy dolgot kellene összetörnöm, amit nem találok. Ó, jaj, ne. Még nem. Azt még nem toltuk végig, azt hiszem. De hol van az utolsó összetörhető tárgy? Kérdem én. Ezt nem lehet összetörni. Hát, ha most mutatja, most azért... Ah! Megvan! Megvan! Jó! Jó, megvan. Back to the house. El se hiszem. Ó, és most így kaptam új küldetést. Jó. Remek. Szia. Köszönöm. Hello. Oh, köszönöm szépen. Szóval kaptunk egy új küldetést. Szeretnék tőled egy szívességet kérni. Folyamatosan növekszik a föld, és egyre több rossz ember jön ide. Oké, szeretném, hogyha építenéd egy házat. Igen. Természetesen egy házat kellene neki is építeni. Kacuk, én azt mondom viszont, hogy lehet, hogy ennyi lett volna most ebből a játékból a stream, aztán még majd jövünk vissza valami mással. Mert hogy most ezek ilyen nagyon-nagyon ugyanolyan küldetések. Most megint házat kellene építeni, és mivel nem annyira megszabott, hogy pontosan milyen házat kellene csinálni, ezért nem tudom, hogy most ez így mennyire lenne már plusz. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem ebből a játékból kihoztuk a maximumot, szóval nem hiszem, hogy lesz belőle több stream. Hogyha esetleg lesz valami plusz content, ilyesmi, akkor meglátjuk. Viszont én úgy érzem, hogy láttunk nagyjából mindent, amit lehetett. Nagyon szépen köszönöm még Somának közben a támogatást. Aztán hamarosan jövök vissza, vagy jövünk vissza, nem tudom, ezt majd még megbeszéljük. Úgyhogy addig is sziasztok. Hello.